Kedves nézőink, 2015-ben jelent meg Csinta Samunak az Erdély újra nemesítői című kötete, amelyben hat olyan erdélyi arisztokrata családnak a történetével ismerkedhettek meg azok, akik már olvasták, amelyeknek leszármazottai ma is itt, szűkebb hazájukban próbálnak otthont, jövőt teremteni. A kálnoki, Haller, Mikes, Teleki, Apor és Betlen családok bemutatása után a szerző most egy második kötettel örvendezteti meg népes olvasótáborát, hiszen mondanom sem kell, hogy az első kötet már óriási sikernek örvendett, ezért döntött úgy Csinta Samu, hogy folytatja a történeteket. Meg talán azért, mert még bőven van mondani és megmutatni való. Szervusz Samu, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szervusz, és nagyon köszönöm a meghívást. Már is mutatom a második kötetet a nézőknek. Egyelőre csak a borítóját láthatják, de holnap délután ugye a Kolozsvári Magyar Színháznak az előcsarnokában lesz egy hivatalos kolozsvári könyvbemutató is. Kezdjük ezekkel. Ez lesz az ősbemutató gyakorlatilag. Ez lesz az ősbemutató, tehát kezdjük akkor a gyakorlati részletekkel. Hogy mivel, kivel, hogyan várod azokat, akik meg szeretnék ismerni a második kötetet? A második kötetben négy család szerepel, négy család kínálja magát, és közülük viszont két egészen nagy ágyú, akik nem csak renoméjuk, de szerte ágazó családfájuk révén is úgy gondoltam, úgy ítéltem meg, hogy nagyobb teret igényelnek. Úgyhogy az első kötettel szinte oldalszámra megegyező méretbe azért fért csak négy család. Nos, a Bánfi a kemény, a Barcsai és a Csávosi család története mutatja meg magát valamilyen szinten, valamilyen mélységekig ebben a könyvben. Én remélem egyébként, hogy hasonló örömet fog szerezni az olvasóknak, mint az első. Hát ugyanaz a szép kivitelezés vehető észre ebben a kötetben is. Gyönyörűek a fotók, és nagyon beszédesek. Jegyezzük meg, hogy Bila István munkáját dicséri, hiszen nélküle fel ennyit nem érne ez a kötet. És az aktuális fotók mellett, tehát a riportalanyaid portréi mellett nagyon sok dokumentumértékű fotó is található benne. Egészen meglepőek, tehát nem azok a szokványos fotók, amelyekkel ugye az érdeklődő olvasó találkozik az interneten bárhol. Tehát gondolom, hogy ezeket elsősorban ugye a családi archívumokból sikerült előkeresni. Mindenek előtt a családi archívumból, és az archívumon belül is, hogy mondjam, a saját speciális szűrőimet próbáltam alkalmazni, hiszen valóban azok a fényképek, azok a beállítások, amelyek az amúgy nyilvánvalóan nem most is általam felfedezett családok történetéhez kapcsolódnak. Nos, ezeket tényleg meglehetősen sok fórumon láthatja az érdeklődő. Én megpróbáltam másokat, bensőségesebbeket, az embert egy kicsit talán jobban megmutatóbbakat besorolni a könyvbe. Hát majd kiderül, hogy milyen sikerrel nyilván. Ugye már az előző kötetben láthattuk azt, hogy mindig egy rövid családtörténettel kezded ugye az illető arisztokrata családnak a bemutatását. Megtudjuk nagyon röviden kivonatolt formában azokat a legfontosabb évszámokat, adatokat, amelyek az illető családnak a történetéhez kötődnek, és akkor ezt, ugye ezt a történeti felvezetőt követi egy olyan a jelenbe átvezető beszélgetés, történet, ismertetés, amelynek aztán van egy csattanója, és az a csattanó az már valóban itt a jelenben történik. Most kezdjük talán a legnagyobb ágyúval ebből a kötetből, a Bánfi családdal. Egyrészt azért, mert itt bemutatod a grófi ágat és a bárói ágat is, hiszen két fontos ága van ugye a Bánfi családnak Erdélyben. És aztán a legeslegvégén mesélj nekünk arról, hogy kivel beszélgettél konkrétan a Bánfi család leszármazottai közül? Nos, hát a legtöbb beszélgetést a grófi ág képviselőivel, tagjaival folytattam. Nem utolsó sorban azért, mert ők élnek itt közöttünk, illetve a közelünkben. Váró Bánfi Miklósról van szó, aki Leányváron, ez egy Esztergom melletti sváb nagyfalú település. Tehát ott él, és igazából ő volt az, aki a Bánfi család
visszaigénylési folyamatait elindította. Ő volt a nagy animátor, mindjárt azt követően, hogy ezt a romániai törvénykezés lehetővé tette. De nem utolsó sorban azért is ők a főszereplők, mert Báró Bánfi Miklós, fia Báró Bánfi Farkas, mondhatni a legmozgékonyabb, legtevékenyebb az arisztokrata leszármazottak közül. Természetesen ne hagyjuk ki Kálnoki Tibor, meg Csódra Mikes Gergely produkcióját sem, de valahogy úgy tartom, hogy Bánfi Farkas az erdélyi arisztokrácia fővállalkozója, hogyha nevezhetem így, hiszen egyrészt a hatalmas ügyszeretete, másrészt a mozgékonysága, az elkötelezettsége egészen odáig vezetett, hogy nagyon sok arisztokrata család, és nem csak bánfiak, gyakorlatilag hát rábízták a saját örökségük kezelését, projektek kidolgozását, pályázatok megírását, nem egy esetben akár a munkálatok levezetését és levezénylését is. Úgyhogy igazából Bánfi Miklós, tehát Báró Bánfi Miklós, fia Báró Bánfi Farkas és lánya Molnár Bánfi Kata voltak az én legsűrűbben frekventált beszélgető társaim a Bánfi családból. Ettől függetlenül mindjárt az elején tudtam én, hogy gróf Bánfi Miklóst, tehát a Boncidai ágat nem lehet kihagyni ebből a történetből, hiszen bárkivel beszélgettem, és a Bánfi név elhangzott, akkor rögtön mindenki, a grófra, mindenki, az íróra gondoltak. És teljesen indokoltan, hiszen ugyebár az erdélyi történet, a magyar állami opera intendánsi szerepe, és még nagyon sok minden kulturális közösségért végzett tevékenység mind-mind a gondolatainkat gróf Bánfi Miklósra vezeti vissza. És nem utolsó sorban ugye a Kolozsvár közelében levő Boncidai Bánfi kastély, amelynek a felújítási munkálatai a mai napig folynak, viszont egy olyan közösségi térré nőtte ki magát, ahol azért elég sűrűn találkozik az erdélyi magyar értelmiség, és nem csak. Kétségtelenül így van, és a Boncidai kastély a műemlék felújítások, restaurációk egyik emblematikus példája is. Jó és rossz értelemben egyaránt hozzáteszem. A jó értelemben nyilván a megvalósítás és az elvégzett munka minőségére vonatkozik, meg hát az elképzelésekre is. A rossz példa, vagy kevésbé kedvező példa pedig arra, hogy miközben a magántulajdon szentségét hangoztatjuk és igyekszünk megbarátkozni vele is, megbarátkozni a tiszteletben tartásának a fontosságával. Hát azzal is szembesülnünk kellett, hogy a Bánfi Kata által visszaigényelt és a 2000-es évek legelején vissza is kapott Boncidai kastély azáltal, hogy magántulajdonba ment át, azáltal a restauráció finanszírozásának a folyamata jelentős mértékben lelassult. Ugyanis a jelenlegi uniós és romániai erre a célra vagy hozzáférhetővé tett források gyakorlatilag magántulajdont, mint olyat nem kedveznek annak. Korábban, amíg a Boncidai önkormányzat tulajdonában volt, és a Transylvania Trust alapítvány 49 éves koncesziójába került, ezek az utak könnyebbek, gördülékenyebbek voltak. Úgyhogy most például Boncidán azzal küzdenek, hogy ebben az új helyzetben hogy tudnak újabb finanszírozási forrásokra szert tenni. Úgyhogy ebből a szempontból is igyekeztem a Bánfi történetet megközelíteni, úgyhogy a felújítás felelősei, szakemberei is megszólalnak, és ezáltal egy picit beletekinthetünk abba a kuszaságba, abba a dzsungelbe is, ami a romániai műemlék felújításokat vesz körül, ágaz be, és tesz nagyon sok esetben átláthatatlanná. Ugye a kötetednek az a címe, hogy Arisztokraták honfoglalása, és már az első 6 történet kapcsán beszélgettünk arról, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy ezek az emberek, hogyha nem is éltek itt, ugye a diktatúra éveiben, mert nagyon sokan igyekeztek életüket és családjuk életét menteni, és emigráltak. 90 után hazatértek, és megpróbálták az őket jogosan illető tulajdonjukat visszaszerezni.
visszaszerezni erdőket, szántóföldeket, kastélyokat, stb. És ebből próbálnak most egy jövőt kovácsolni maguknak, innen a honfoglalás, az újabb honfoglalás szó a kötet címben. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen helyzetekkel találkoztál ezeknek a családoknak az esetében. Ugye most említetted, hogy a műemlékvédelem, műemlékrestaurációnak milyen bonyolultak az útjai, de mi a helyzet például a magántulajdon visszaigénylésének az útvesztőiben? Nos, a helyzet nem rózsás egyáltalán. Éppen Bánfi Farkas fogalmazza meg valamelyik oldalon, hogy addig, amíg a kezdet-kezdetén a hazatérő arisztokratákat a román állam hát egyfajta lazasággal kezelte, igazából nem vettek komolyan őket. Azáltal, hogy az idők folyamán, az évek, most már évtizedekben is számolhatunk akár, folyamán azzal szembesült a hatalom, hogy már pedig ezek az arisztokraták nem csak évente egyszer jönnek egy-egy hosszabb hétvégére a hajdani birtokokra, hanem sokan közülük életvitelszerűen is itt ragadnak, és ezáltal az erdélyi társadalom tagjává válnak lassan-lassan, és talán idézőjelben káros módon. Hát mindenképpen számolni kell. Mindenféleképpen velük. Számolni kell. Nos, ez a folyamat hát bizonyos mértékig tudatosult a román hatalomban, és ez olyan következményekkel jár, hogy ma már nagyon sok esetben a legegyszerűbb okiratok, bizonylatok kiváltását is a bíróságon, az igazságszolgáltatás előtt kell kikényszerítenie egyik-másik leszármazottnak, éppen azért, hogy a felújítási, a telekönyvesztetési és egyéb folyamatok ne akadjanak meg. Magyarán ott tesznek keresztbe, ahol csak tudnak. Most erre nyilván nem akarok teljes mértékben általánosítani, de sok esetben és egyre több esetben ez tapasztalható. Hogyha az épített örökség részének a visszaszolgáltatása talán kevésbé sínyli meg ezt a fajta obstrukciót, obstruálást, az erdők visszaszolgáltatásánál viszont annál inkább. A marosmenti erdők, ahol hatalmas bánfi, kemény, éltető és más családok birtokai feküsznek ma is. Nos, ott minden elképzelhető és elképzelhetetlen módon igyekszik a hatalom a korábban jogerős ítéleteket megtámadni, perújra felvételeket ki erőszakolni, ezeket a pereket elhurcolni az ország különböző részébe, olyan helyekre, olyan bíróságokra, ahol gyakorlatilag még csak nem is hallottak a jelenségről sem. Mert magyarán ez a fajta időhúzás, ez a fajta ostruálás ezerrel zajlik. És ez azért is súlyos, mert, vagy súlyosak a következményei, mert egy mondhatni szinte klasszikus képlet szerint hajdanán egy kastély eltartásához egy hold vagy egy hektár erdő szükségeltetett. Na most ezek a birtokok nagy része nem csak a különböző földreformok révén tűnt el a nemesi birtokok mögül, hanem az ilyen típusú vissza nem szolgáltatások révén sem kerül vissza az a maradék sem, vagy csak nagyon csepegtetett mértékben. Úgyhogy ez egy súlyos és reális probléma, ami hangsúlyozom a többé-kevésbé romos állapotban, de mindenféleképpen felújításra szoruló állapotban visszakerülő épületeknek a sorsát tovább nehezíti, tovább teszi kétségessé. Beszéltünk a Bánfi családról. Egy másik nagyon érdekes történet, amelynek kicsit más a vége, mint a Bánfi történetnek, az a Barcsai család története, és pedig azért mondom azt, hogy más a vége, mert a Barcsai család úgy döntött, hogy eladja a gyalui kastélyát, és Nagy Elek üzletember vásárolta meg, ami természetesen nem azt jelenti, hogy rossz dolog ez, hanem éppen azt, hogy esetleg ott már lehetnek finanszírozási lehetőségek arra, hogy egy megújult, külsőben, belsőben megújult kastélyt kapjon vissza a nagy közönség, mert ebben gondolkodik Nagy Elek. És ebben gondolkodott Barcsai Tamás is, aki visszaigényelte és visszakapta a gyalui várkastélyt. Egyébként hasonló célok és hasonló felismerések vezettek akkor engem is akkor, amikor a gyalui kastélyt úgymond beemeltem ebbe a sorozatba, hiszen az értékmentésnek egyik járható útja,
adott körülmények között, adott finanszírozási nehézségek között. Éppen az, hogy potens üzletember, vagy multinacionális cégek, akiknek értékmentő vállalásaik is vannak, vegyék kezükbe ezeket az ügyeket. A MOL hasonló jó néhány megvalósítással dicsekedhet, és gratulálhatunk ezért neki. Nagy elek pedig, ugyebár a Méhes György család, a Méhes György közelében felnőtt nagy elek pedig azzal a hatalmas plusz empátiával is rendelkezik, ami révén a Gyalui kastély nem csak egy puszta tulajdon, hanem valami olyan szellemi örökség, amit neki kötelessége továbbvinni és kötelessége táplálni, és ezt nem én mondom, hogy kötelessége, ő is ezt vallja. Úgyhogy egyfajta példát is akarok ezzel statuálni, hogy így fogalmazzunk, mert valóban az egyik járható útja annak, hogy az erdélyi épített örökség megmaradjon, és minél tovább és minél jobb állapotban megmaradjon. Ejtsünk akkor még néhány szót ugye a Kemény családról, és azoknak a Marosvécsi, és annak a Marosvécsi kastélyáról. Ők is már visszakapták a kastélyt, és már van jövőképük is. Erről mesélj, hogy mit osztasz meg az olvasókkal ebben a kötetben. Nos, hát Marosvécs, én ott voltam a Marosvécsi kastély nyilvános kapunyításán, a visszaadás utáni kapunyításon, és már akkor lenyűgözött. Akkor még nem volt könyv, még az első kötet sem volt, tisztázzuk. Tehát önmagában az a jelenség, az a benső, az az üzenet azoknak a falaknak, azoknak a maradványoknak az üzenete olyan hatással volt rám, hogy sokáig hordoztam magamban. Úgyhogy nem volt számomra kétséges, hogy a Kemény család is be fog ebbe a sorba kerülni. Na most a 2014 novemberi visszaadás után sok örvendetes dolog történt Marosvécsen. A marosvécsi kastélynak egyszerre volt szerencséje és részben tragédiája, hogy ott 2004 őszéig gyakorlatilag egy egészségügyi intézmény működött, ami azért jó, azért volt jó, mert tető volt rajta mindig, a nyílászárók működtek, nem esett be, következésképpen statikai szempontból jó állapotba, az átlagnál jobb állapotba került vissza az épület a tulajdonosokhoz. Ami viszont kevésbé jó, az, hogy éppen hát egyrészt a hozzá nem értés, másrészt az érzéketlenség, harmadrészt pedig az egészségügyi intézményre totálisan alkalmatlan épületnek mégis többé-kevésbé való oda alakítása, azért elég szörnyszülött dolgokat produkál, nagyon ronda csövek lógnak ki még ma is a falból, érthető, nagyon sok pénzt igénylő műveletről van szó, tehát ezért nem egészen két év alatt nagyon nagy csodát nem lehetett véghez vinni. Azt viszont nyugodt lélekkel merem mondani, hogy Marosvécs ma már egyrészt látogatható, másrészt nagyon képzett idegenvezetők visznek körbe, és ennek a fajta, szó jó értelmében vett piacos hozzáállásnak az eredménye az, hogy ma már egyre több magánszponzor, magánmecénás, apró kis felajánlások révén pedig egyre közelebb kerül ez a kastély is ahhoz az állapothoz, amelyhez mindannyian szeretnénk, hogy közel kerüljön. Nos, mindezek és ennél még sokkal érdekesebb történeteket is megtudhat az, aki belenéz ebbe a könyvbe. Holnap délután 6 órakor lesz a könyvbemutató, tehát kedves nézőink, a Kolozsvári Magyar Színház és Opera előcsarnokában ne hagyják ki. Thank you.